Sziasztok, Fejes Dúri vagyok, és ez pedig a podcastom a Futóterápia, ami azért indult útnak, hogy megismertesse veletek a futás jótékony hatását, és egy hatékony eszközt adjon a mindennapokkal való megküzdéshez. Az életani pozitívumokon túl szó lesz a futás szorongás oldó, depressziót csökkentő szerepéről, arról, hogy hogyan építi vissza az elvesztett kommunikációt gyermekeinkkel, hogy miért növeli az önbizalmunkat, hogyan érhetjük el vele a flót, és hogyan segít abban, hogy visszavegyük a kontrollt, és életünk aktív szereplői legyünk. Megmutatom, hogy használják ezt a sportot Amerikában a terápiás munkában, és beavatlak titeket a mindful rejtelmeibe. Gyertek, tartsatok velem! Sziasztok, Fejes Duri vagyok, és ez itt a podcastom a Futóterápia. Mai vendégem Őri István, futó, edző és író. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. Be kell valljam, hogy amikor a futással kapcsolatos terápiát és a podcastot létrehoztam, illetve elindultam vele, akkor szinte biztos voltam benne, hogy téged meg szeretnélek hívni ebbe az adásba, ugyanis úgy érzem, hogy nálad autentikusabban és hitelesebben senki nem tudná átadni, hogy mit jelent számunkra a futás. Úgyhogy ez is lenne az első kérdésem, hogy mi a te futós Hát én ilyen általános iskolában kezdtem el igazából futni. A foci volt a fő sportág, és egy jó középpályás szerettem volna lenni, tehát ezért már magamtól elkezdtem igazából sokat futni, így a focipálya körül, és a testnevelő tanár így felfigyelt rá, hogy én lass, vagy később köpöm ki a tüdőmet, mint a többiek, és akkor benevezett egy ilyen mezei futóversenyre. És akkor ott rögtön második helyezett lettem, egy nagy hajrában kikaptam, és ez adott egy olyan lö löketet, hogy akkor mostantól szeretném ezt rendszeresíteni igazából így a Mindennapjaimban, és hát készültem a jövő évi megméretetésre. Tehát az volt a cél, hogy, hogy a, az a srácot, aki lehajrázott, hogy megverjem a, a következő évi mezei futóversenyen. És ugye 12 évesen kezdted el akkor igen. a, a futást, de hogy leírod a könyvedbe, hogy 15 évesen voltál először egy ilyen hivatalos futó edzésen? Így van, igen, igen. Ez úgy történt, ugye, hogy itt van körzeti mezei, aztán megyei, aztán országos, tehát ez így fel volt építve és akkor bejutottam a megyei a meze, mezei futó ilyen elődöntőbe, vagy mm. nem tudom, hogy nevezzem, és akkor ott az is elég jól sikerült, harmadik helyezett lettem, ilyen hivatal, vagyis hát igazolt atléták mögött, így a székesfehérvári klubok atlétái mögött, és akkor meg, megkeresett két atlétika edző is egyébként. Innen a, a Bregyó-ból, az atlétikai igen, 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 a Hunyadi volt az egyik, az mm. Araknak az edzője Aha. a, a Aha. másik, és akkor így... Végülis akkor még ilyen 12-13 éves voltam, én Zámolyon jártam általános iskolába, uh -huh. tehát akkor még úgy voltam vele, hogy nem jövök be uh -huh. az edzésekre minden nap Zámolyról, és akkor úgy döntöttem, hogy amikor viszont a Teleki gimnáziumban elkezdtem a tanulmányaimat... Hova együtt jártunk. Így van, akkor, akkor úgy voltam vele, hogy akkor felkeresem az egyik edzőt, és akkor ilyen 15 éves koromban elkezdtem atlétika edzésekre járni már, tehát nem uh -huh. egyedül futattam, hanem és leírod a könyvedben, hogy az egyik ilyen edzésen talán pont az elsőn ifi bajnokokat is, vagy velük is tudta tartani a tempót. Igen. Tehát ennyire jól ment már akkor. Igen, nagyon jól ment. Egyébként ez emlékszem, hogy kétszer vagy háromszor 5000 méter volt időre, nyilván bemelegítés után, de hát azért annyi könnyebbség volt, hogy én egyszer 5000 métert futottam, és akkor ők még futottak még egyet, de hogy így el tudtam futni velük. Tehát mm. az egy ilyen Nyilván nem tudtam akkor én, hogy milyen eredményeik vannak. Úrra se volt rajtad. A sem saját volt. eredményedet se tudtad. Igen, tehát azt se tudtam, hogy én milyen formában vagyok, mm. semmit nem mértem az edzéseim során, csak így érzése futottam. És, és nem is igazán realizáltam, hogy most ez milyen eredmény, hogy én az első mm. résztávot igazából el tudtam futni velük. Megleírod azt is, hogy nagyon kompetitív futó voltál, főleg így a, a gimis évek alatt. Ugye erről a könyvedben sztorikat is ö, írsz, hogy ö, próbáltátok egymást is ö, lehagyni az edzőstársaiddal állandóan. <laughs> igen, igen. Ö, nem, nem azt mondom most már így edző, edzőként, hogy ez egy ö, jó magatartás a sportolók között, de, de igen, hogy még egy regeneráló könnyű futás során is, mondjuk egy 10 kilométeres könnyű futás során is, tehát hogy versenyt csináltunk belőle, és tényleg ilyen ö, elég intenzív kezdtük, És akkor végig nyomtuk, ami nyilván nem az a, az az a cél egy ilyen edzésnek, hogy jól elfáradjunk, hanem az, hogy regenerálódjunk. Tehát alapvetően igen, nem mondom, hogy ezt így jól csináltuk kiutólag, mm. de de igen, nagyon erős volt a versenyszellem bennünk, aminek Meg... jó oldala is volt egyébként. Megemlékszem arra a sztorira is, amikor egy súlyponti jegyzést, tehát egy komoly edzés után még beneveztetek egy középiskolai futóversenyre. <gül> <Igen>. <gül> És ezt le is írott, hogy ez nem annyira profi hozzáállás, de hogy akkor annó jó ötletnek tűnt. Igen, igen. Hát tényleg kerestük lehetőséget, hogy hogy tudjuk megmérettetni magunkat másokkal és valóban egy, egy nagyon fárasztó edzés után még beneveztünk egy futóversenyre, ami épp szembe jött velünk a belvárosban. Megnyertétek egyébként? Igen, mindenki megnyerte saját kis korosztályát, <laughs> korcsoportját, úgyhogy nyilván nem volt egy rangos verseny. Az edzőnk nem is tudja szerintem azóta sem, Ó. hogy, hogy még így levezetésként csináltunk egy ilyen butaságot. Majd de... most meg tudja. Igen, igen. És milyen eredményeid vannak egyébként így a versenyzés terén, futás terén? Hát így nem, nem mondanám magam egyébként ilyen nagyon tehetséges futónak alapvetően, tehát volt egy szikrányi tehetségem, de én inkább a szorgalmas, uh -huh. kitartó futó voltam, úgyhogy emiatt én talán azt tartom a legnagyobb eredménynek, hogy bekerültem az utánpotlás válogatótba, ugye ott mindig egy adott versenyre válogatnak, és ez többször sikerült, és versenyeztem is egyébként ilyen válogatott viadalon, tehát a, a válogatott színeiben, 5000 méteres síkfutáson kétszer, és mind a kétszer helyezett lettem, tehát egy második, meg egy harmadik helyezett. Én azt gondolom, hogy az én képességeimmel ez egy jó eredménynek uh -huh. számít. Ö, és például leírod a könyvedben, hogy maratont életed során egyszer futottál. Ez miért van? Igen, ez, ez 19 éves voltam. Nekem két edzőm volt egyébként. Az egyik egy székesfehérvári edző, a Hunyadi Délsénél. Onnan 5-6 év után eligazoltam Veszprémbe, és akkor ott még egy két-három évig edzettem. Versenyszerűen, és akkor az első edzőm, itt a székesfehérvári edzőm benevezett 19 évesen egy maratonra, ilyen meglepetésszerűen egyébként, tehát, hogy nem is számítottam rá, néhány hónappal előtte közölte Akkor nem annyira tetszett, viszont nagyon jól sikerült uh -huh. a maga a verseny. Tehát ott már látszott 19 évesen, hogy nekem ehhez van afinitásom, sok lassú izomrostal rendelkeztem. Tehát nem voltam uh -huh. egy gyors futó, viszont nagyon kitartó voltam. És, és hogy én alapvetően egy ilyen maraton futó típus vagyok, uh -huh. viszont utána ezt nem, nem sikerült újra megfutni, tehát hogy egyszer futottam maratont, és akkor utána pár év múlva abba hagytam, mert igazából akkor még bőven pályaversenyekre is készültünk. Tehát maratont azt ilyen 30 éves kor fölött érdemes elkezdeni egyébként. Uh -huh. Akkor ez olyan, mint a triatlon és a hosszú táv sport, hogy 30 éves kor fölött érik meg rá az ember fejben, hogy tudja ezt gyakorolni? Ugye ezt szokták mondani a triatlonra és Ironmanra is? Egyrészt igen, másrészt pedig, ugye amikor már a pályaversenyekre, meg az ilyen rövidebb távokra, akár 1500 méter, 5000 méter, vagy akár 10.000 méter, tehát hogy már lassú igazából a sportoló, az idő, a kor előre hat, haladtával, ez teljesen természetes egyébként, hogy már jönnek a fiatalok, a 20 évesek, sokkal gyorsabbak, uh -huh, gyorsabban persze. regenerálódnak, persze. és olyankor így eltolódnak idősebb korban azok, akiknek egyébként megvannak az adottságaik a hosszabb távok felé. sportban az ilyen 30 éves kor fölött uh -huh. van, mondjuk maratonfutás esetében, nyilván fe, fejben is, tehát mentálisan is <coughs> jobban bírják a hosszabb távokat ilyenkor már. És szerinted van különbség így személyiség típusban, vagy akár így a, a mentális területen egy maratonfutó és egy rövid futó között? Tehát, hogy mindenkinek való-e a maraton mentális szempontból, vagy, vagy nem? Hát nem, nem egyáltalán. Tehát nyilván itt a fizikai adottságok, az az elsődleges, tehát egy rövid távfutó ugye azért lesz rövid távfutó, mert nagyon sok gyors izomrostal rendelkezik, jobb a mozgás koordinációja, robbanékony, stb. Egy hosszú táfutó, mint például én is, alapvetően én egy lassabb sportoló vagyok, tehát lassabb izomrostokkal, viszont azok kitartóbbak, és, és ez, ez, valóban ez ugye ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy fejben mondjuk valaki elbírja nem csak a maratont, hanem a felkészülést addig, tehát Aha. a maratonig ugye nagyon-nagyon sok edzést kell, és hosszú edzéseket Te kell végezni. egy fél-egy év igen, felkészülés. Igen, igen, tehát igen, fejben ezt a monotonitást ezt nagyon jól kell egyébként viselni, főleg akkor, hogyha élsportoló az illető, és ugye van egy folyamatosan aránylag relatíven magas intenzitás, ugye a maratonon is, tehát van, aki három perces tempóban futja, vagy mm. három tízes tempóban, ugye, tehát, hogy kilométerenként, három percenként fut le egy kilométert, tehát az egy aránylag magas intenzitás, fárasztó, és még fejben is bírni mm -hmm. az, hogy ez hossz, hosszú távon át Nekem ehhez van egy vicces történet, mert ugye én is futottam maratont, én csak hobbi sportolóként, tehát 4 és 5 óra között futottam le a, maratonomat, de hogy amikor készültem rá, akkor a 30 kilométert, azt itt a Bregyóban futottam a 600 méteres pályán, képzeld el, és hát ezért így sokan nem azt mondom, hogy megvetnek, de hogy nem értik, hogy, hogy ezt én hogy bírtam, vagy mi volt ez az önkínzás, de hogy nekem az volt életem egyik legjobb futó élménye, uh -huh. mert hogy én meg pont, hogy nagyon szeretem ezt a monotonitást, és nagyon szeretek a fejemben lenni, akár ilyen három-négy órán keresztül, közben nem tudom, megtervezem így a kis életemet, átgondolom, milyen fejönnek ilyen megoldatlan problémákra, megoldások, tehát hogy, hogy olvastam, hogy te is például a könyvedet fejben írtad. Igen, ez, ez, igen, amikor azt mondják, hogy monoton a futás, ez valóban igaz valahol, de de én nagyon ritkán éreztem annak, tehát bármit futottam, vagy edzettem, vagy versenyeztem, amit te is mondasz, hogy aki, aki így el van a gondolataival, mm. annak az nem veszi észre, hogy most fut három órát vagy négy órát, és hogy ez unalmas lenne például vagy, mm. vagy megterhelő, úgyhogy ez is ilyen függő. Én is egyébként nagyon sok ötletem, tehát az, hogy vállalkozó lettem, az, hogy a. Könyvet megírtam, mm. tehát hogy ez mind mind futás közben jöttek. Mm -hmm. Ezek a gondolatok, tehát hogy nekem ez ilyen nagyon termékeny, amikor. Nekem is ugyanazt érzem én is. Szerinted ez fejleszthető egyébként? Tehát ez elérhető egy olyan ember számára, aki mondjuk nem annyira a mindful, tehát, hogy nem így a jelenben él, vagy, vagy ez egyszerűen egy adottság, amivel így tudunk kalkulálni, hmm. vagy nem. Hát ez jó kérdés, szerintem valahol fejleszthető biztos vagyok benne? Csak, csak az fontos, hogy a, a futáshoz való viszony, meg a hosszú távfutáshoz futáshoz való viszonyt, hogyha az elején mondjuk így muszájból kezdje vagy nem annyira szívesen, tehát hogy ezt valahogy így meg kell szeretnie, tehát az, hogy mm. rá kell éreznie, hogy ne szenvedésneként élje meg mm. az egészet. Nyilván itt nagyon fontos az, hogy milyen intenzitással, meg hogy kezdje el a futást. Tehát ez már egy picit ilyen edzésmódszertan is, mert mm -hmm. akkor lesz ugye a szenvedés. Nem tudom, hogy te például milyen intenzitással futottad ezt a, ezt a 600 méteres körön, ezt a hosszú futást, de hogyha intenzívebben futja az ideálisnál, akkor persze sokkal megterhelő fizikailag is, mm. és mentálisan is ebből adódóan. Viszont, hogyha megfelelő alacsony intenzitással futja, akkor lehet, hogy nem annyira szenvedős mm. neki, nem kapcsolódnak rossz érzések hozzá, és tud a gondolataira figyelni igazából. Uh -huh. És te edzőként hogyan szeretteted meg a futást, mondjuk egy kezdőfutóval? Hogyan lesz a szenvedésből, ahogy fogalmaztál, szenvedély? Igen, ez ugye engem, akik megkeresnek, hogy edzéstervet készítsek nekik, ott már azért így kialakul egy, vagy, vagy egy cél már ott van a fejükben, tehát, hogy nagyon ritka az, amikor valaki a nulláról uh -huh. kezdené el, és úgy keres meg, ilyen is van egyébként, uh -huh de ott már benne van egy ilyen belső elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, hm. tehát nem nekem kell úgymond őt motiválni, motiválni őt. Meg, hm. meg rábírni, hogy kezdjen Igen. elfutni. Nyilván én egy szolgáltatást is nyújtok, tehát én pénzt kapok azért, hogy edzést tervezek neki, tehát van ennek egy ilyen üzleti jellege is magának ennek a dolognak. Nyilván, hogyha vannak nehezebb időszakok, akkor nekem motiválni kell őt valahogy, de de hogy vannak célok folyamatosan, tehát vannak rövid távú, középtávú, hosszú távú célok, és én abban tudok segíteni, hogy éppen az. Tehát, hogy elmondom, hogy ez egy, ez egy megszokott dolog, hogy neki ez most nehezen megy, mm. tehát, hogy senki sem fut úgy, hogy mindig szuper az összes edzése és van kedve hozzá, hanem ezek olyan időszakok, ilyen hullámvölgyek, amiken így túl kell lendülni, mm. próbálok valamilyen módon segíteni ebben, tippeket adni, hogy hogyan tegye változatosabbá az edzést valami futóközösséghez is csatlakozhat, uh -huh. tehát tehát ilyen módon, de hogy így nem, nem győzködök senkit, Persze. hanem akin úgy érzem, hogy csak alibiként használja ezt a szolgáltatást, akkor én... Kezdeményeződ á... is, Aha. hogy esetleg hagyjátok abba ezt Igen, tehát hogy az asf ben ez le van írva nálam, wow. mert ez azért van, mert egy maximális létszámmal dolgozom, és van egy várólista, és lehet, hogy valaki azért nem kerül be hozzám, mert éppen vele dolgozom, uh -huh. és... És hogy egy, neki se jó ez igazából. Tehát azért fizet, hogy közben nem végzi el az edzésmunkát, mm. de hogy van egy ilyen alibi tudat, hogy mm. neki van egy edzője. Mm. Tehát nyilván ez nem az rögtön az első adandó alkalma, csak amikor azt látom, hogy mondjuk hetente vagy heteken át nem végzi el az edzést, nem válaszol az e-mailekre, mm. nem veszi fel a telefont, mm. tudod, hogy ez így oké. Okay, Ghostingol egyet. Hát igen. Nekem üzleti szempontból persze tök jó, mert Aha. igazából az előfizetése az pörög, tehát hogy így mm kifizeti, de, de, nem jó érzés nekem ez. És milyen célokkal keresnek meg téged a futók? Tehát egy konkrét időeredményt szeretnének elérni, vagy távot lefutni, vagy meg lehet keresni téged egészségfejlesztés céljából is, tehát hogy mondjuk szeretnének testsúlyt csökkenteni, vagy hatékonyabban futni, vagy nem tudom, jobban formába kerülni. Hát szerintem egy főként konkrét célok vannak, mondjuk versenyeken, jobb időt szeretnének elérni fél maratonon, maratonon, ultratávokon, és volt egy srác, aki körbefutott a Balaton például egyéniben, tehát ez 220 Hát az ultra Balatonon egy nap igen, alatt. Igen. Tehát, hogy, hogy, nagyon változó, de vannak olyanok, akik tényleg csak az egészség megőrzés, meg egészségfejlesztés miatt, mondjuk maga, magas vérnyomásuk van, uh -huh. és ezt szeretnék kezelni, fogyni is szeretnének, csak én mindig azt mondom, hogy a, a futás az, tehát az csak az egyik része, és ráadásul nem is a, a hangsúlyosabb része a fogyásnak, ott az étkezés igen. az, ami sokkal Pontosan, mert futhat naponta 30 kilométert is, hogyha nem úgy étkezik, tehát hogy több kalóriát visz be például, mint amit a nap folyamán elhasznál, akkor nem fog egy dekát se fogyni. Igazából. Igen, és ezt le is írod, hogy ugye ez a sportdietetika a tudománya. Így van. És ugye egy sportdietetikus tud benne segíteni. Így van, igen, mm. igen. Te miért lettél egyébként edző? Hogy jött ez az egész? Gondolom, amikor a versenyzéssel felhagytál, akkor jött ez a B pálya neked. Igen, igen, igen. Hát azt ki kellett találni magamnak, tehát vannak sportágak, ahol egyébként ez jól működik, hogy a versenyzőkkel folyamatosan együtt dolgozik egy szakember. Most ezt hívhatjuk coachnak is, tehát hogy nem, nem az edző, hanem valaki coachingolja őket. Például a vízilabdásoknál látom, hogy ez jól működik. Tehát, hogy mire abba hagyja a profi pályafutást, már festőművész, meg orvos lesz belőle, meg, a stb. De itt a kócs alatt a, a, ezt a mentálhigiénés szakembert oh, érted? Tehát a, nem a sportpszichológus, hanem, hanem egy kócs. Igen. hát hogy aki... ilyen életvezetés. Igen, tanácsadó. Ugye, igen, aha, tanácsadó. Aha. Tehát, hogy felkészíti, már hogy sokan hajlamosak azt, elképzelni, azt képzelni, hogy hogy nekik életük végéig a sport lesz. A, igen, ennek a egy megéletés. külön témát is fogunk elni egyébként a podcastban, a labdarúgóknál uh -huh. pont. Ez nagyon érdekes igen. téma szerintem. Igen. Tehát, <coughs> tehát igen, ott nekem, miután abba hagytam elég korán az élsportot, akkor ott volt egy ilyen űr, hogy akkor uh -huh. mit kellene csinálni, és hát a diplomámmal igazából nem tudtam elhelyezkedni, meg így nem is nagyon szerettem volna. Mi az eredeti végzettséged egyébként? Én az eltén végeztem egészségfejlesztést, uh -huh és akkor utána a testnevelési egyetemen atlétika edzőit, mm. de az inkább uh, utólagosan jött. Tehát én elkezdtem egy blogot vezetni a futásról, a saját tapasztalataimat meg ilyen tudományos szempontból megközelíteni, és egyre többen uh, megkerestek, hogy akkor készítsem őket versenyre, mm. de nem volt edzői végzettségem, tehát én ilyen nagyon úgy voltam vele, hogy ezt nem szívesen vállalom, de aztán akkora volt az igény, ahogy egyre több blogbejegyzés megjelent, meg egyre több tartalmat készítettem, hogy akkor így közben elvégeztem egy edzői e, súlyt és akkor utána elkezdtem így az edzést tervezést, meg így az edzői munkásságomat ez egy, tulajdonképpen egy segítő szakma, mert hogy ugye másoknak segítesz felkészülni a versenyekre, és mindig is nagyon érdekelt, hogy te hogyan tudod megtartani emellett a, a motivációdat a futásra, és hogy, a, hogy nálad például a kiégés előjött el futással kapcsolatban, tehát hogy, hogy ugye nehéz megtartani a fókusz saját magadon, amikor mindig másoknak segítesz. Igen, igen. Ez egyébként ez tényleg így van, hogy valahol már részben én így, Kélem az ilyen futás iránti vágyaimat azzal, hogy például edzést tervezek, meg látom, hogy ki mit futott, milyen intenzitással, meg hogy sikereket érnek el például, ez nekem is, is sokat ad, és valóban mondjuk, ha egy négy-öt órás edzést tervezés ut után, Kimegyek, persze szívesen futni, de már valahogy nem érzem azt, hogy nekem így valamit el kellene érni, vagy bizonyítani kellene. Inkább ilyen egészségmegőrzés céllal végzem már az edzéseket. Egyébként ez nem ad akkora motivációt, mint amikor versenyző voltam. Uh -huh. Tehát akkor a versenyek sokkal jobban inspiráltak engem, de de közben azért látom azt is, hogy, hogy ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, az a mozgás, az nagyon-nagyon fontos az étkezés, a táplálkozás mellett. És mennyit futsz egyébként mostanában? Hát ilyen 60-70 kilométert egy héten. akkor azért még... <gül> <gül> nem, nem azt mondom, hogy, hogy ez hogy nem, nem lehetne többet is, uh -huh. de hogy mellette például csinálok mást is, tehát hogy ilyen erősítő edzéseket uh -huh. heti háromszor, négyszer, falmászás, tehát hogy azért csinál bringázás, tehát hogy van más, amivel így így a mozgásigényemet kielégítem. És versenyezni már nem szoktál, vagy csak hobbiból? Hát már hobbiból sem. Aha. Tehát, hogy az, az nem, nem annyira élvezetes, amikor, tehát, hogy ha egyszer már elértél egy aránylag jó eredményt, meg szintet, akkor azért nem annyira nézed, szívesen nézed végig, hogy mondjuk egy lelkesebb szabadidő sportoló mondjuk megver egy, egy versenyen. Tehát én, én már nagyon hosszú évek óta távol tartom magam mm. így a versenyzéstől. És te egyébként kerestél fel bármilyen problémáddal kapcsolatban a sportpszichológust, hogy mondjuk teljesítményt növeljetek együtt, vagy versenyszorongást csökkentsetek, uh -huh. vagy a kiégésnél például? Uh -huh. Hát nekem ilyen kiégésem talán nem volt, ilyen túledzettségem volt, de az. Hát ott is azért van átfedés egyébként, ilyen mentális oldalról. Uh -huh. de ott, Abszolút. Igen, igen, de ott, ott talán a fiziológiás az, az nagyobb mértékű volt. De akkor, akkor, amikor én versenyeztem, egyébként, az bő tíz évvel ezelőtt volt, valahogy nem. Nem, nem azt mondom, hogy nem volt divatos, de hogy nem mm -hmm. volt ennyire elterjedt az, hogy pszichológust, sportpszichológust vegyen igénybe mondjuk az Egyesület a mm -hmm. sportolók mellé. Úgyhogy nekem nem volt ilyen, nem volt ilyen. Az edzőimmel próbáltuk megoldani, meg, mm -hmm. meg én magam próbáltam megoldani. Mm. És az edzetjeidnek egyébként volt már szüksége, vagy ajánlottad már, hogy keressem fel egy sportpszichológust? Hát ugye én főként szabadidős sportolókkal foglalkozom, tehát, mm, tehát valahol én az, azt gondolom, hogy, hogy ők nem kapnak akkora terhelést talán, hogy így az edzések miatt kelljen mentálhigiénés szakemberhez fordulni. Nyilván ezer másokból egyébként fordulhatnának, de... Mondjuk egy túlterheléses sportsérülés okának feltárása kapcsán is. Ö, igen, igen. szerencsére ez, ez nagyon ritka, vagyis hát így nálam. Tehát, hogy nem végezném jól igazából a munkámat, mm -hmm. hogyha, hogyha így nem figyelnék arra, hogy milyen terhelést kapnak, és túlterhelném őket ilyen szinten. De mondtad, hogy például egy regeneráló futást is lehet intenzívebben futni, mert elvisz minket az egó, meg a hív, meg hogy megmutassuk a social médián, hogy ki tudjuk tenni, hogy milyen gyorsan futottuk le a távot. És ugye leírod a könyvedben is, hogy az egó az egy nagy ellenség ebből a szempontból ebben igen. a sportban. Igen. Hát ugye ez, ezért is jó, hogyha van valakinek edzője, mert az minden edzést megnéz, és akkor számon kéri azt, hogy, hogy miért lett ez gyorsabb? Hát nem ez mm. volt az edzés, mm. ugye? Mert ugye én online edzést tervezek, én mindent látok, amit az órájuk mér. Mm -hmm. Tehát még, ellenben míg amikor én versenyeztem, ugye az edzőnk, ők, tehát hogy nem volt ez a technológia, és akkor ő nem tudta, hogy most akkor ezt valóban könnyen kocogtuk le, vagy vagy nyomtuk, mint amit mm. szoktuk. Meg ugye kommenteket is írnak, Így a, van. hogy hogy érezték magukat. De azért nekem az a tapasztalatom, hogy nem minden edző ilyen lelkiismeretes, akár a futásról, akár más sportról beszélünk. Hát biztos, hogy ez is egyéni, megváltozó. Én, én azért egy picit merevebb vagyok ebben, tehát hogyha megvan az edzés, hogy mit kell csinálni, akkor nem értem, hogy hogy miért nem azt csinálja. Tehát, hogy uh -huh. ez szerencsére nagyon ritka, uh -huh. sőt, ez azért ilyen bizalomvesztéshez is vezethet. Tehát az as ez is le van írva. <laughs> Bevizsgáltam magam, hogy ha bizonyos százalékát az edzéseknek nem úgy végzi, ahogy én kérem, és ez tényleg nem azért, mert az én egómat sérti, uh -huh. hogy nem azt csinálja, amit... hanem egyszerűen mert megsérül, mert az egészségét veszélyezteti. Uh -huh. Tehát, hogy itt azért kap egy terhelést, keringési rendszer is, tehát hogy érdemes azt csinálni, amit én előírok nekik, és egyébként így visszacsatolva épp ezért, ami igazán megterhelő egy szabadidős sportolónak szerintem, nem maga a terhelés, hanem az, hogy hosszú távon ilyen strukturált edzést tervet követni, tehát az mentálisan iszonyat megterhelő, hogy akár hónapokon, éveken keresztül. És emiatt én azt szoktam egyébként csinálni, hogy erre is volt már példa, hogy ha valakivel öt éve együtt dolgozom például, hogy, hogy valamikor másfél évente azt mondom, hogy oké, okay, most akkor egy hónapig mm. azt edzel, amit szeretnél. Megadom, hogy mondjuk hetente maximum hány kilométert, hány edzésből, és teljesen rád van bízva. Tehát, hogy ilyen örömfutásokat csinálj. Ha mm. te azt mondod, hogy szeretnél egyet, egy intervall edzést csinálni heti egyet, akkor csináld, ahogy szeretnéd. Általában egyébként nem szoktak, tehát mm. egy azért az egy nagyon fárasztó edzés. És, és akkor én egy hónapig szüneteltetjük uh -huh. a közös munkát, tehát nekem abból nincs bevételem, de uh -huh. hogy nekik szükségük van arra, hogy hogy ne legyen előírva az edzés, amit pontosan meg kell csinálni, mert ez tényleg így, így mentálisan megterheli őket. Igen, ehhez tényleg tudok csatlakozni, mert egyrészt nekem is, amikor volt egy edzés struktúra, meg egy struktúrálva volt a napom, akkor az meg is könnyítette a napjaimat, mert valahogy így jobban be volt osztva, és így több időm is lett, meg nálam volt a kontroll egy területen, és úgy segített engem. De aztán én is azt éreztem egy idő után, hogy besokaltam, és egy kötöttség lett a, a futás, ami nekem az óriási szenvedélyem és a hobbim, és én is abba hagytam, a, tehát nem is jártam edzőhöz, nem volt tervezés az órámat is levettem, és nem néztem állandóan a sztraván, hogy nem tudom, milyen gyorsan futok, és valahogy úgy megkönnyebbült a lelkem, és visszatért a, a szeretettel a futásnak. Igen, ez, ez így van tényleg, tehát nyilván, hogy vannak folyamatosan regeneráló időszakok, mondjuk egy versenyfelkészülés után könnyebb edzések, de, de volt olyan, amikor konkrétan azt mondtam, hogy oké. Okay, még es, hogy ez se legyen kötött, ne legyen struktúrált, ez a regeneráló időszak, hanem csinálja, amit szeretné, simán belefér, van, van, ahol belefér a felkészülésükbe, hogy, mm. hogy, hogy ne, nem kellek én mondjuk egy-két hónapig. Beszéljünk egy kicsit a sérülés megelőzésről, ugyanis például a, egyrészt a könyvedben is egy tök nagy szeletet szentelsz ennek a témának, másrészt meg leírod, hogy ami számomra sokkoló volt, hogy ha körbenézünk egy futóversenyen, akkor minden mellettünk lévő ember egy, egy éven belül meg fog sérülni, azaz a futók 79%-a egy éven belül megsérül ezt tényleg nem is gondoltam volna meg, egy olyan sok, sokkoló adat. Miért van ez? És ez csak Magyarország specifikus, vagy ez így mindenkire jellemző a világon? Ez így mindenkire a világon. Tehát ezek a felmérések, globális szintű felmérések. Hát szerint ez, ez nagyon összetett szerintem, ezek a futósérülések. Én is nagyon sérülékeny voltam egyébként, tehát ez mentálisan egy élsportot szintén megterhel nagyon, hogy mindig újra-újra kezdeni egy hosszabb, rövidebb sérülések után. És, és én valahol ezért is hagytam abba, hogy már nem, már nem tudtam ezredszer is újra kezdeni, Aha. és akkor azt mondtam, hogy jó, hagyjuk. Aha. És hát ez ilyen nagyon, nagyon összetett szerintem. Eleve úgy, itt vannak ugye az ülő életmód, az közbeszól, uh -huh. tehát hogy, hogy alapvetően egy ilyen passzívabb életvitelt folytatunk, és hogyha ebből kezdem, mondjuk egy 40 éves felnőtt ember sportolni, akkor gyengék ugye az izmok kevésbé mobilak az izületek, le vannak tapadva a kötőszövetek például, és ez nagyon sok sérülést okoz. És hogy nem fokozatosan növelik a terhelést például, ez is egy ilyen gyakorli. Tehát, hogy valaki már egy éven belül maratont akar futni, vagy mm -hmm. egy éven belül fél maratont, annyira drasztikusan kell emelni az edzés terhelést, hogyha nulláról kezdjük, hogy az szinte gar garantált, hogy bele fog sérülni. Mm -hmm. De ide lehet sorolni egyébként a táplálkozást is, vagy a regeneráció hiányát. Ugye ezt, ezt gyakran mondom, hogy nem attól fejlődsz az elvégzett munkától, hanem attól fejlődsz, hogyha utána teret adsz a regenerációra, uh -huh. és akkor majd az alatt beépült az edzés terhelés. Tehát az alatt történik meg igazából a fejlődés, az adaptáció. És hogyha sérül a regeneráció, akkor bármilyen keményen lehet edzeni, uh -huh. egyszerűen nem, nem lesz fejlődés uh -huh. belőle akkor jól érzékelem, hogy ez neked szívügyed, ez a prevenció a személyes példa miatt. Igen, igen. Hát van bennem egy ilyen, hogy valószínűleg el lehettem volna képes, hogyha nem kell, uh -huh. vagy hogyha nincs ennyi sérülésem, nem vagyok uh -huh. ennyire sérülékeny. Úgyhogy van bennem egy ilyen hiányérzet, valószínűleg ezért azt szokták mondani, hogy abból lesz edző, aki sportolóként így nem tudta nagyon azt kihozni magából, amire Aha. képes lett volna, és én ezt, én ezt érzem, hogy valószínűleg én is ezért foglalkozom most sportolókkal. És ugye rengeteg mobilizációs, megerősítő gyakorlatot és videót is bemutatsz a futó közösségedben. Egy kicsit más szárul a közösségről? Igen, igen. Ez, ugye ez egy online közösség is, ugye a futólépés Facebook oldal, blog, YouTube csatorna, Instagram oldal körépül. tehát hogy van egy ilyen online futólépés falka, uh -huh. és volt egy közösségi edzés is, amit tartottam hát ilyen öt, öt éven át Budapesten, a Margit-szigeten, így hetente. Ez egy teljesen ingyenes közösségi futás, amit a, igazából a COVID, uh, uh, át, a Covid... Mosott el. Hát a Covid mosott el, igen. Utána még újra kezdtem, egyébként, nem tudom, két év kihagyással, mm -hmm. de ugye az már nem olyan volt. Aha. Tehát ott már így kevesebben jöttek vissza, meg nekem is igazából rájöttem, hogy ez nem... Ez nem annyira ez a közösségi futás, ugye ami inkább a, arról szól, hogy élvezzük a futást, együtt vagyunk. Uh -huh. Tehát így az a társaságról, a szocializációról szól. Uh -huh. és, és én rájöttem, hogy én az én személyiségem, ez nem. Tehát, hogy mi, mi mindig résztávoztunk például. Uh -huh. Tehát nem az volt, hogy kocogtunk 10 km együtt, hanem minden héten akkor résztávos edzés vagy emelkedőre futás. Tehát egy nagyon eredményorientált edzést tartottam uh -huh. mindig, mert én is ilyen környezetben nőttem fel. Uh -huh. És, és rájöttem, hogy azért ez, ez nagyon nehezen tudom így össze, összeegyeztetni, hogy maradjon meg ez a közösségi élmény, de legyen teljesítményorientált is, és ugye felnőtt emberek jártak, és hogy akkor valamilyennyire egy ilyen fegyelmet is tartani az edzésem, mm -hmm. ami, ami, tehát hogy így nem tudtam összeegyeztetni, és akkor emiatt végül úgy, úgy döntöttem, hogy ezt nem folytatom, azt a vonalat, tehát ez a közösségi futás szervezés. Rájöttem, hogy ez nem szerettem csinálni, megismertem rengeteg embert, meg rengeteg futót, meg élveztem is egy részét, de de valahogy így azt éreztem, hogy én nem, nem akarok ott lenni és így szabályozni felnőtt embereket, mert hogy nincs tétje valójában, ez inkább csak így bennem egy ilyen folyamatos ilyen, nem is tudom, egy ilyen ellenhondás volt, hogy ott mm. vagyunk egy edzésen, és látom, hogy valaki például nem hagyja magát mm. úgy, mm. ahogy tudná, mm. vagy... Hát egy tudom, kicsit mi... ilyen szerep konfliktus. Igen, vagy. igen, mm. igen. Hogy miközben én beszélek, mm. akkor ne dumáljon, mm. de közben meg nem is akarok fegyelmezni aha, egy felnőtt aha, embert, aha. Tudod? és akkor így rájöttem, hogy így inkább ez az élsportolói énem, ott, ott ütközött azzal az énemmel, aki meg közösséget szeretne építeni egy jó, jó hangulatú edzésen. Tehát ezt a kettőt nagyon nehéz összeegyeztetni, nem, mm. nem is biztos, hogy lehet szerintem. Mm. Úgyhogy azt ilyen hát nem is tudom, még, még egy évig tartottam edzéseket a Covid után, és akkor így besz, meg, megmondtam a többieknek, hogy akkor sajnos ez most így ö, szünetel. Tehát, de hogy van bennem folyamatosan, szerintem érzed, hogy most is beszélek mm. róla, hogy van egy ilyen vívódás, mert igen, nagyon igen. szerettem csinálni, de közben meg tudom, hogy, hogy közben miket éreztem, amikor. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy idővel majd egy atlétika pálya mellett leszek edző egy, Aha. egy egyesületnek, Aha. vagy a saját egyesületemnek és akkor ott valódi atlétika edzéseket tartok, és az valószínűleg az sokkal azonosabb lesz, mm -hmm. mint egy szabadidős sportolóknak egy közösségi edzés. De ugye mellette meg van ez a futástár klub, ahol gyűjtöd ezeket a videókat, mobilizációs tréning, ö, ö, nem tudom, milyen ilyen edzős videók, meg erősítések, meg workshopokon is találkozhatnak egymással a futók. Tehát a közösségépítés még mindig része az életednek, csak ilyen formában. Igen, igen, inkább ilyen online rész, része maradt meg, és a, az ilyen edukáció, tehát az, hogy tudást uh -huh. átadni. Uh -huh videós formában, vagy formában, vagy a, könyv, formában, vagy a könyv. Ezt szolgálja? Igen, igen, a könyv is az, a hogy legyen, hogy egy szabadidős sportoló mondjuk a nulláról szeretne elkezdeni futni, akkor, de akár egy haladó futó is, hogy egy rendszer, tehát hogy egész évben lássa a rendszert, uh -huh. amiből nyilván kimaradt a táplálkozás például, mert igen, nem igen. vagyok annyira kompetens benne, és nem, és, és igazából egy külön könyvet lehet írni erről. Uh -huh. Hogyha valaki a nulláról szeretné elkezdeni a futást, és a te segítségedet kéri, akkor te mit ajánlanál neki? Például hány alkalom kell ahhoz, hogy tényleg így a szenvedésből már el tudja kezdeni élvezni a futást? És például milyen, nem tudom, milyen csekkekre kell menni, tehát ilyen kivizsgálásokra Aha. előtte, hogyha szeretné, szeretne belevágni a sportba? A kivizsgálások, én azt szoktam javasolni, hogy egy gyógytornászt mindenképp érdemes felkeresni, aki így felméri azt, hogy hol vannak izomegyensúlytalanságok, hol vannak ilyen kötőszöveti letapadások, vagy tartás problémák, de rengeteg-rengeteg problémára egyébként ilyenkor derül. Tényleg az ülő életmód az így rombolja a testet, és, és ez az egyik, a másik egy kardiológiai Aha. vizsgálat, egy sportkardiológiai vizsgálat. Nyilván ott a szakorvos el tudja dönteni, hogy most akkor elég egy, nem tudom, hang hang, plusz egy EKG, mm vagy szükség van terheléses ekg is, vagy, vagy bármilyen más vizsgálatra. Tehát egy a keringési rendszert érdemes. Hát ez, ez, a kettő, amit így mindenképp javasolnék, hogy ez, mm. ez erre a kettő vizsgálatra itt nagyon érdemes elmenni. Sajnos kevesen élnek a lehetőséggel mm. egyébként. És hát, hogy hogy nem lesz szenvedés. Igazából, hogyha jól csinálják, akkor már az elejétől sem az annyira. Tehát, hogy úgy kellene elkezdeni a nulláról, hogy nem az egész edzés a futásról szól például, hanem futás és séta váltogatása. Tehát az elején simán lehet, hogy több lesz a séta. De együtt futtok ilyenkor? Tehát megnézed őt, hogy hogy fut és ajánlasz neki tippeket, hogy hogyan tud még gazdaságosabban futni? Hát ugye maga az edzés tervezés az online történik, uh -huh. tehát a futóimnak több mint a fele külföldön él uh -huh. eleve, tehát hogy nincs lehetőség a személyes uh -huh. találkozásra, és uh, igazából az a tapasztalat, hogy szabadidős sportolóknál tehát egy felnőtt embernek nagyon nehéz a mozgás mintáját mm. megváltoztatni, és ahhoz akár heti két alkalom is kell, hogy fókuszáltani egy ilyen mozgáskoordinációs edzést mm. tartani, és nyilván oda kell egy edző, aki személyesen jelen van az edzésen. Így magától elkezdheti, az is egyébként so sokat segíthet, tehát hogy erre is vannak ilyen videós anyagok, hogy hogyan kell ezt csinálni, meg mire figyeljen de egy felnőtt embernek nagyon nehéz a mozgás mintáját megváltoztatni, és egy szabadidős sportolónál igazából nem is biztos, hogy olyan sokat számít a teljesítményében mm. a futótechnika mm. igazából. Mm, Beszéljünk egy kicsit erről a futás terápiáról, amit neked is egy pár szóban bemutattam. Te találkoztál már ilyen sportterápiákkal, vagy a futás terápiás alkalmazásával, akár külföldön, akár itthon? Vagy hallottál már erről? Mm. Egyébként hallottam ilyen szervezett formában, szervezett formában még talán nem, viszont például elvonókúrák során, például uh -huh. amikor a, valamilyen drogról szeretnének leszokni a, a függők, akkor, akkor, akkor el, a futás a szokott segíteni. Pont néztem egy videót egyébként ezzel kapcsolatban, szerintem a Szabad Európa YouTube csatornán, Aha. és ott, ott azt hiszem, az volt a cím, hogy, hogy szerelem az extázival, vagy valami Aha. hasonló, és ott, ott például beszámolt az interjú során a, az interjú alany, hogy hogy neki a futás az rengeteget segít abban, hogy leszokjon, uh -huh. és ezt a függő, ezt a függést, ezt megszüntesse, így a uh -huh. kábítószerrel kapcsolatban. Vagy egy kicsit átkonvertálja, mert hogy ugye futás is Igen. okozhat függőséget. Csak... Így van, így van. Uh -huh. Amire ami azt gondoljuk, hogy az legalább egészséges. Uh -huh. Igen. De ott azért én látok erre is példát, hogy nem mindig. Igen, tanúsíthatom. Igen, tehát hogy amikor, hogy vannak szalvédős sportolók, akik tényleg annyira, tehát hogy annyira sok időt szentenek a futásnak, hogy így igazából akár így a baráti kapcsolataik sérülnek, mm -hmm. vagy a családi kapcsolatok. Igen. És én mindig a híve vagyok annak, hogy vegyük komolyan, tehát minden, legyen egy ilyen profi mind mindset, egy ilyen profi hozzáállás az edzésekhez, de, de hogy azért... Ne emiatt ne legyen párkapcsolata valakinek, mm. mert ő fut, mm. vagy sportol, mert hogy akkor már kompromisszumot kellene egy esetleg kötni, mm. vagy, vagy valami. Tehát, hogy azért lehet, igen, ez is egy ilyen kevésbé egészséges függőség a futás kapcsán. De elsősorban, igen, igen kábítószerrel kapcsolatban. Mm. Egyébként pont tegnap néztem a Trainspotting második részét, mm. és ott is a főhős az így a futásban találta meg talán a az egészségesebb függő viszony. Mm -hmm. mm. Igen, emellett egyébként még traumafeldolgozásra is alkalmas, csökkentés, depresszió visszafordítása, vagy motivációs nehézségek, tanulási nehézség, figyelem problémák esetén is tök tök állt a futás. És ehhez kapcsolódna a következő kérdésem is, hogy neked volt-e olyan nehéz élethelyzeted az életedben, amikor a futás segített? Nekem nem volt egyébként mármint, hogy nem nehéz élethelyzeten, mm -hmm. hanem amin a futás segített volna. Hát ugye én fiatalon elkezdtem a, a futást, mint versenysport, és és nem, nem egy ilyen menekülő út volt nekem. Ah. Nálam inkább más, más az, ami segíteni szokott. Tehát a, a futásnak egy más, más szerepe van az én életemben, de azok a felnőtt sportolóknál egyébként tudom, tudom pontosan, hogy nagyon sok esetben a, az ilyen feldolgozás vagy párkapcsolati krízis vagy vállás mm. vezet ahhoz, hogy elkezdenek rendszeresen futni, sokkal többen egyébként, mint, mint én elsőre gondoltam volna, és ebben te, ebben valahogy így megtalálják a boldogságukat, hát remélem, hogy nem véglegesen csak mm. a futás maradt, hanem azért nyitnak majd mások felé is, de hogy ez, ez segít nekik, én, én úgy vettem észre, és és általában azért az esetek, nem tudom, ilyen 80 százalékában, ha egy felnőtt ember elkezd futni, mondjuk ilyen 40 fölött, vagy akár 30 fölött, akkor, akkor ott valami van a háttérben. Tehát nem biztos, uh -huh. hogy párkapcsolati probléma, de hogy valami, valami ilyesmi. Uh -huh. És mi az, ami neked szokott segíteni? Leírod például az tréninget a, a könyvedben? Igen. Vagy én... maga az írás esetleg? Igen, én so sokat olvasok egyébként, uh -huh. így szép irodalmat, meg írni is szoktam és nekem, nekem az segít. Tehát én nem a sportban, vagy a sportban menekülök, hanem, hanem inkább a, olvasok. Úgyhogy ez, ez nekem a terápiám. Mm jó. Volt esetleg olyan pillanat a futással kapcsolatban, ami az egész életedet meghatározta? hát, hát nagyon sok esemény volt, tehát hogy egyet, nehéz, nehéz lenne kiragadni. Ne, nehéz lenne egyet kiragadni. Talán a válogatottságot azt ilyen nagyon, azt nagyon Nagyon örülök, tehát amikor megkaptam a hírt, arra még most is emlékszem, hogy épp mit csináltam, meg, meg hol voltam, és akkor az egy ilyen nagyon Aha. meghatározó volt. Tehát akkor, akkor éreztem valahogy elő, hogy addig is ilyen korosztályos országos bajnokságokon, dobogós helyek, stb., de hogy azt nem éreztem annyira, tehát hogy nem abban éreztem azt, hogy most akkor beérett a munkám gyümölcse, mm -hmm. hanem valamiért nekem az, hogy a, a válogatódba sikerült bekerülni, az egy ilyen ez így ilyen nagyon nagy dolog volt uh -huh. akkor. Uh -huh. mm. igen. Nekem az volt meg egy hidegrázós pillanata a könyvedben, amikor leírod, hogy sérülésre esetén is minden reggel. Összepakoltad a kis cuccodat, és mentél az edzésre, és végigálltad az edződ mellett az edzés, nézted, a többieknek, közben a szíved majdnem megszakadt, hogy te nem tudsz sportolni. De szerintem ez annyira jól mutatja a te mentalitásodat, a futáshoz, meg a te személyiségedet. Igen, azt nem is emlékeztem, hogy azt is beleírtam. De igen, 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 igen emlékszem, ilyen télen is ott voltam az edzővel, és akkor néztem a többieket. Hát igen, ilyen nagyon szoros volt a viszony futással, és, és ez, 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 a, ez a folyamatos sérülés, ez tényleg ilyen nagyon nagy törések voltak, mm. még így visszagondolva most, most, vagyis hát a mostból. Úgyhogy ezeket így nehezen, nehezen éltem meg egyébként, ezeket a akár hónapokig ki, tartó kihagyásokat. Egy, egy él sportolónak ez ilyen óriási trauma egyébként. Mm. De, de ez például nekem ez, ez, sokat segített, hogy eljártam az edzésekre. Mm. Valahogy azt éreztem, hogy úgy benne maradok a vérkeringésben, az, edz, az, Egyesületen vérkeringésében. Meg, meg ugye az, hogy ott akkor fejben én is ott voltam az edzésen. Igen. Szerintem még órákat tudnánk beszélgetni a futásról. Lehet, hogy fogunk is, de most sajnos lejárta a műsoridőnk, úgyhogy szeretném megköszönni még egyszer, hogy itt voltál. Tök jó volt veled beszélgetni. Én is nagyon köszönöm, és nagyon izgalmas témák voltak, és sok sikert a továbbiakban. Én is sok sikert kívánok neked. Köszönöm. Nektek is köszönöm, hogy itt voltatok, és hogyha szeretnétek többet megtudni a futóterápiáról, akkor keressetek a képen látható elérhetőségek valamelyikén. Sziasztok!